bennünk lévő türelmetlenség, az borzasztóan akadályozza a másiknak a megértését és a másiknak az elfogadását. Tehát a magam számára ez nagyon fontos, ott mivel alapvetően egy türelmetlen ember vagyok. Az életemnek meghatározó egyenisége volt az apám, aki a 20. század magyar közgondolkodásának az egyik legnagyobb egyénisége volt. Hihetetlen széles műveltséggel, hihetetlen olvasottsággal, nagyon erős minőségérzékkel, és egy olyan erős intellektussal, ami egy nagyon zárt rendszer tudott építeni, amiben kívülről szinte behatolhatatlan volt, tehát mindenre volt ellenérve, egész életében azt tanította, amit maga is megvalósított, hogy mindig magad ellen cédulázz, tehát minden elméletét, minden elképzelését úgy építette fel, hogy végig gondolta, hogy milyen ellenérv van arra, milyen érvet lehet mondani, hogyan épül fel egy ilyen rendszer. Ami a döbbenetes, hogy ez a nagyon erős intellektus azért valahol zsigerileg volt meghatározott, ő egy tiszántúli családból jön, csak másik oldalon, tehát apai ágon egy régi református családból származom, ami zsigerileg mélyen antiszemita volt. Tehát nagyapám az effektíve zsidózott. Az apám ebből jött. Következésképpen nem antiszemita volt, hanem zsigerileg volt antiszemita, és ez szerintem borzasztóan lényeges. Ő neki a magyarság volt a fontos, és ezt szembeállította. Tehát ő neki a Radnóti volt a példakép, ugye, aki a magyarságát vállalta fel. Számára az asszimiláció volt az egyedül elfogadható út. Tehát minden, ami ettől eltért, az valahol olyan szokatlan, nem teljesen elfogadható volt. Annak ellenére, hogy két felesége volt, két nagyon erősen zsidó családból származó felesége. Tehát ez nem olyan típusú antiszemitizmus, ami a racionális mindennapokban van, hanem ahol mélyen a gondolkodásban. Abból a millióból jött, abból a gondolkodásból Németh László, Szabó Dezső, hogy a pozitív vonulatot mondjam, ahol a zsidó törvények elfogadása nem okozott felháborodást. Toleranciának ebben van a legnagyobb szerepe, hogy a intelligenciára és az észre alapoz, tehát nem a zsigeri ösztönökre. Ez a mindennapi életben hogy sikerült megélni? Hogy ez valamit jelent, meg nekem van valami közöm, hogy 18 éves voltam. Tehát egyrészt az egyik osztálytársamnak a mamája, amikor náluk voltunk, valami érettségire készültünk, akkor mondta, hogy hát ő mindig is tudta, hogy én zsidó vagyok, hiszen ilyen jó tanuló csak egy zsidó lány lehet. Az egyetemi legjobb barátnőm, mert másodévesek voltunk, mikor először beszéltünk róla, neki mind a két szüleje megjárta Auschwitzot. Nagyon kicsi gyerekként is. És nem beszéltek otthon róla, és nem beszéltek arról, hogy ők zsidó. Egyszerre találkozott az ember a zsidó büszkeséggel, hogy igen, mi vagyunk a ilyen jó tanuló csak egy zsidó lehet, ilyen szép fiú csak egy zsidó lehet, kulturálisan ennyire felkészült csak egy zsidó lehet, és a másik oldalal, hogy persze, mert ti összezártok, ti csak egymással, nektek ez a fontosabb, ti foglaltok el minden vezető posztot, és ez nagyon, nagyon furcsa kavar volt bennem is. Apámmal akkor már nagyon sokat beszélgettünk erről, és mindig szembesültünk azzal, hogy valóban az asszimiláció-e az egyetlen út, vagy pontosan az, hogy az ember fölvállalja ezt a kultúrát, és ezt a kultúrát is meg akarja ismerni. Tehát miért nem lehet nekem egyszerre kétféle kultúra az életemben, ha vallásként már egyik sincsen? Az ön zsidósága abban a szempontból is érdekes, hogy ön halakikusan is zsidó anyajára. Abszolút. Ez egy másfajta megértést adott az egészhez. Nem tudom, valami belső biztonságot, igen. Tehát, ugye én ide biztosan tartozom. Ugye a tartozásvágy az megvan. És én azt mondom, én alapvetően budapesti vagyok,
én itt éltem, és itt fogok élni, jelentsen ez bármit is, és ezzel együtt vagyok, református magyar zsidó. Egy rendes, jól nevelt antiszemita azért, ha az ön életútját végigköveti, akkor azért mindenre lehet mondani, ugye? Ugye? Ezek ugye? A zsidók persze, és hova jutnak? Itt ülnek, pontosan. Pozícióján. Ezzel mit lehet kezdeni? Nem összeesküszik a pénzvilág, nem bejöttünk a szomszéd zsinagógából felfegyverkezve a rabbi utasításaival. Ami annál is kevésbé, mert halvány fogalmam sincs egy kollégáim közül, és nem is érdekel, ki az, aki ilyen templomba járó, ki az, aki olyan templomba járó, kivallja magát ennek, kivallja magát annak. Se a politikai pártja, se a vallása nem érdekel. Mi, mint Magyar Nemzeti Bank szoktunk ilyen szép emlékérméket kibocsátani, és 2008-ban, 2009-ben történt, hogy szinte egymás után jelent meg két emlékérménk, az egyik a zsinagóga 150. születésnapjára, az építésének 150. születésnapjára, a másik pedig Calvin 500. évfordulójára, talán egy fél év eltéréssel, és az egyiknek az átadása a zsinagógában volt, a másiknak a debreceni nagy templomban. És mind a két helyen ugyanezt a történetet mondtam el, amit most magának is, hogy családom egyik fele mély tiszántúli református eburafakú család, családom másik fele pesti, polgári, zsidó család, és bennem ez a két család és a két kultúra tökéletesen együtt él. És amikor ez elhangzott a zsinagógába, nincs itt soha nagy közönség, egy olyan 15-20 ember, utána többen oda jöttek, hogy mertem én felvállalni ezt a coming out-ot ezen a Magyarországon is itt most, és ez teljesen megdöbbentő volt, mert én nem úgy éreztem, hogy valami különlegeset mondok, de láthatólag nekik azt jelentett, hogy valaki ezt fölmeri vállalni. És akkor ugyanez elhangzott a debreceni nagy templomban, és még egyszer, én nekem a saját református reformátusságom, vagy református kultúrám ugyanolyan fontos, amíg ott tartottam, hogy és református őseim itt Nenti Szántúrról, látszott, hogy ott az egész közönség mosolyog, és így egy hangon vagyunk, és mikor odaértem, hogy családom másik fele pedig több generációs pesti zsidó család, és bennem ez jól megfelelően, ilyen néma csend lett, és utána egy szó nélkül mindenki elsomfordált. És ez sokkal megrázóbb volt számomra. Tehát amíg én azt mondom, hogy ez a két kultúra igenis elfér egymás mellett, mintha még mindig tovább élne ez a magyar vagy, akkor magyar legyél, és ezt vállalt fel. Miért? Az én magyar zsidó kultúrám az nem ugyanaz a magyar kultúra. Tolerancia, ami kiindult a vallási türelemből, és ilyen szempontból majd vissza is csatolhatunk erre, hiszen meglepő módon pont Magyarországon jelent meg az első igazi komoly türelmi rendelet, de ebből a vallási toleranciából jött ki az egymás elfogadásának a parancsa vagy törvénye, amiben nem csak az van benne, hogy különböző vallású vagy különböző felekezetű emberek, hanem egyáltalán a másik megértése. Tehát számomra, amikor elkezdtem olvasni ilyen ezzel kapcsolatos műveket, könyveket, bármit, akkor az volt a felismerés, hogy a másik megértésének a fontossága. Tehát csak akkor van együttműködés, ha meg tudom érteni a másikat, valamilyen módon el tudom fogadni az ő érveit, és képesek leszünk arra, hogy együtt oldjunk meg valamilyen dolgot. Az egészen biztos, hogyha erőszakkal akarjuk megoldani, akkor abból mind a kettőnknek csak egy vesztes helyzet lesz. Tehát a valaha volt matematikusként, az teljesen nyilvánvaló, hogy egy kooperatív játék az mindig jobb egyensúlyt eredményez, mint a nem kooperatív játék.